Bajorország, 1944. augusztus. Gyerünk, beszállás! Gyorsan! Beszállás! Kérem, főhadnagy úr, szálljon fel! Jó, már is. Gyerünk, beszállás! Mindenki szálljon fel! Hol voltál? Már indul a vonat. Tudom. Orvosnál voltam. Lennéz. Gyermeket várok. Liz. Papa, küldesz majd nekem egy képes lapot? Hát persze. Megígéred? Megígérem. Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Nem csapsz be? Nem, nem csaplak be. Utoljára mondom, főhadnagy úr, szálljon fel! Gyerünk! Mindenki szálljon fel! Hamarosan visszajövök. Megérem. Karácsonyra itthon lesz. Ameddig a lábam bírja. A Szovjetunió nevében a következő ítéletet hozta. A vádlottat bűnösnek mondta ki partizánok üldözésében, és 25 évig kényszermunkára ítélte. Az ítélet a mai napon, 1945. július 13-án lép hatályba. Következem. Megfordulni egy-kettő. Nem enged el! Nem enged el! Hé, fiam! Én vagyok az. Ez már nem ártam neked. Meghalt. Október 1945. Ma hoztam egy levelet az anyukádnak. Csókolom. Itt van, Ni. Kapok egy puszit? Kis bestia. Servus, Lisen.
Clemenceről kaptál hírt? Igen. A Vörös Kereszttől. Értesítjük, hogy az eltűntek listáján nem szerepel Clemence Forel neve. Az orosz katonai bíróságról még nincs adatunk. Szóval... Nem tudnak semmit. Semmit. Minden jóra fordul, meglásd. Üdvözlégy, Mária! Irgalom, anyja! Kérlek, kérlek, add, hogy hazajöjjön az apukám! Papa! Te a hadosztály törzsnél voltál. Térképeket rajzoltál. Aha. És mire megyek vele? Hol van ez a gyesnye fok? Nem konyít az a földrajzhoz, mi? Na jó. Jó. Észak-dél irány. Ez az Urál-hegység. Tőle nyugatra az a kis izé, amihez mostantól semmi közünk. Európa. Ezt a folyót, az Irtiszt már magunk mögött hagytuk. Most körülbelül itt vagyunk. Kelet felé. Jön a Gyennyiszeri, a Léna, a Vityim és a kis Olekra. Különben itt minden kicsinek számít, ami nem éri el az 1000 kilométert. A Gyesnyev fok. Hát igen, szóval az még messze keletre van. Észak-kelet. Tart még egy jó ideig, amíg odaérünk. Soha nem érünk oda. Addig megfagyunk, éhen döglünk. Talán nem is érdemlünk Mavist. Csak a kötelességünket teljesítettük. De már az Eszába is beléptél. És büszke vagyok rá! Hé! Hey! Hagyjátok már abban! Mit kérdezik? Macsa! Rahadik! Ne szedek! Megöllek! Yeah!
fejenként 4 tűzifal. A szokásosnál is kevesebb. Erics! Clemens, gyermeket várok. Karácsonyra itthon leszek. Бля, я сказал по 4 пальца! Следующий, по 4! Miért mindig ők kapnak elsőnek? Mindenkinek jó! Ha nem tetszik, menj étterembe! Jó van, de hol marad a főfogás, százados úr? Nem sokáig fogsz viccelődni. Állítottak, hogy itt tököljünk meg. Édesanyám, imádkozz értem. Ne hagyd meghalni. Ne reménykedj, úgyis megölnek. Agyon lőnek minket. Lepuffantanak és kész. Fogd már be azt a büdös pofádat. Ennyi, fiam. Szedd össze magad. Édesanyám, utolsó levelem. Már csak ez ad erőt. Dugd el valahová. Nehogy megtalálják. Próbálj meg aludni. Mi van? Nem tudom. Történt valami? Elvíztek minket. Értünk jöttek! Hová? Давай!
Давай, сука! Szibériában. Ez a levél nem jut el hozzátok. Nem tudom elküldeni. De még csak megírni sem. Még a gondolataimat is nehezen szedem össze, hogy mit is akarok mondani. Láttam ezt a rettenetes nagy csikorgó kereket, amely mindent maga alá gyűr és felülről. De azt is tudom, nincs megmásíthatatlan fájdalom. Csak a remény örök. ...1946, Gyezsnyevfoki büntetőtábor, parancsnokság. Вы спасли роту. Перешли через линию фронта. За это получили орден. Будете? Нет, спасибо. Вы могли бы служить в Западном округе или в Ленинграде. А вы оказались здесь, на мысе Дежнёва. Почему? Потому что считаю это своим долгом. Шершилафам? Ну, ладно. Вы будете отвечать за систему безопасности лагеря. Я надеюсь, вы с этим справитесь. Благодарю за доверие, товарищ майор. Буду стараться. Есть пенициллин, я знаю это. Нам доставили его американцы. Так что, давайте его сюда. Осторожно, доктор Штауфер. Вы будете отвечать, если разразится эпидемия. Я без вас разберусь, за что мне отвечать. Не забывайте, кто из нас старше.
Вы нужны там, для осмотра. Мы здесь еще не закончили, старший лейтенант Каменев. Это приказ коменданта, а я здесь для того, чтобы они выполнялись. Мага, доктор Штауфер. Игем, фюаднадюр. Kíséri el Pakhmutova doktornőt. Sok a tennivaló. száz kilencvenegy, száz kilencvenkettő, száz kilencvenhárom, száz kilencvennégy, száz kilencvenöt, száz kilencvenhat, száz kilencvenhét, száz kilencvennyolc, száz kilencvenkilenc, kétszáz. Se kerítés, se őrtornyok. 203. És mire nincs szükség az éjszaki sor körtelén szakra? Hova is mehetnél? Sehol egy fa, egy bokor, de még egy fűszál sem, amit megehetnél. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. Ez hajó volt. A keleti végen vagyunk. Biztosan van itt egy kikötő. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. Stop! Elég fáradtságos így, Stauffer doktor. 1, 2. De van 3, egy nagy előnye. 4, kiderül, 6, hogy ki egészséges 7, és munkaképes. 8, 9, akkor rá kit nincs szükség. De... 12, 13. A halotti bizonyítványhoz. 15, 16, 17. A levelem. Hallgass. Anuka, pedig проверь-то у молодого. Yes. Раздевайся! Раздевайся! Ну! Подожди. Mit rejtegetsz? Egy levelet. Az édesanyámtól. Levetkőzni. Teljesen. Mit csinálsz? Odaadom a kabátomat a bajtársamnak. Miért? Mit akarsz? Nem akarom, hogy megfagyjon. Mondhatok valamit, főadnagy úr? Nem. Mi a neved? Clemens Forel. Clemens Forel, tartsd meg a kabátodat. Szükséged lesz rá. Продолжайте движение. Направо!
Na, gyerünk, menjél! Menj már! Fulladok! Menj ki ma tenhez! Ott friss a levet! Ez lesz a szállásunk, vagy mi? Teljesen megkülszünk le. A Szabad Németország Nemzeti Bizottsága. Mindenki, aki időben a jó oldalra állt, kap egy lehetőséget. Forel, ugye? Clemens Forel. Mit akarsz? A papa nem halt meg. Foncius. Nem, Lisszen. Forel. Egészen biztosan nem. Forel. Sajnálom, semmi. Nincs bejegyzés. Ez még nem jelenti azt, hogy történt vele valami. Ősszel újra tárgyalunk az oroszokkal, talán megtudunk valamit. Addig várnia kell. Várok. 1947. Thank you.
1949. Товарищ старший лейтенант, заключенный Форель по вашему приказанию доставлен. Свободен. Есть. А мирно кафташ нинчит. Эзо фицку, уж что бы. Гулбаннок велед. Нем панаскодом. Да, тарно. Ю. Gyerünk, indítsd be a gépet. Én? Vagy indítsam be? Hiszen gépész vagy, Forel Fegyenc. Ez áll a papírjaidban. Vagy azt akarod mondani, hogy nem igaz, ami ott áll? Alaszka gépgyár. Dávaj, zapuszkáj. Stop. Te beszélsz oroszul? A papírjaidban erről nincs egy szó sem. Csak néhány szót tudok. Давай, иди отсюда. Jó szavakat tanulj. Rendben. Выходи! Не двигаться!
Élsz még, Forel fegye! Igen. Hangosabban! Igen is! Kamenyev főhadnagy úr! Még élek! Akkor jó. Hova akartál menni? Alaszkába? A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége. És az Amerikai Egyesült Államok megállapodást kötött. Még ha sikerült is volna átjutni. Az amerikaiak úgy is kiadnának. Vigyázz, ellás! Jól van. Zasztat, Jego. Sem jutsz ki innen. Itt fogsz megdögleni. A többiek is. Menj. A társaid várnak. Na gyere, Forel, rád várunk! Gyere már, te rohadék! Elég rossz bőrben van, de nem is csoda. Az éhezés. Ha valaki 5 napig nem kap enni, hogy lehetett ilyen ostoba? Csak úgy megszökni az első adandó alkalommal. Így sosem fog sikerülni. Megmarad? Szívós fajta. Vigye be a kórházba. Ez parancs. A láza is nagyon magas. Remélem nem tifusz. Segítsen, kérem. Segítsen. Muszáj küldenem egy levelet haza. Sosem fog megérkezni. Adj Isten!
tessék, muszáj rendesen ennie. Ez nagyon sok. Hát, köszönöm. Drága papa, úgy szeretnék írni neked egy levelet, de nem tudom, hová küldjem. A mama szerint Oroszországban vagy. De Oroszország olyan nagy. Olyan messze van. Úgy szeretnélek viszont látni. Tudja, mi ez? Itt nincsenek pókhálók, ahogy Pakhmutova mondja. Mert pókok sincsenek. Itt csak ólom van. És az mit jelent? Ólommérgezéshez vezet. A nyomdászoknak ilyenkor azt ajánlják, tanuljanak új szakmát. És mit lehet tenni ellen? Semmit. Előbb-utóbb mindenkit utolér. Haza kell jutnom. Ide figyeljen, Forel. Magának sikerülhet. De hogyan? Jól kell előkészíteni. Kell hozzá megfelelő ruha, jó erős cipő, iránytű. Mit fog enni az úton? Mi van, ha emberekkel találkozik? Hogyan gyújt tüzet mínusz 40 fokban? Tudom, hogy nem megy. Ja, nyugodjon már meg! Maga nem tud semmit. Ha egy év alatt eljut a lénáig, akkor letérdelhet, és hálát adhat az úrnak. A lénáig? Hisz a Szibéria közepén van. Igen. Segítek magának. Rajta? Godin. Maja? Godin. Klubman? Alaposan kitakarítottam. Látják? Csak úgy ragyog. Sehol egy kis piszok, sehol egy pókháló. Godin. Aki fel tud kelni. Lázos. Penicillint. Von môžet robotať? Нет. А я думаю, что môže. Magas láza van. Maga ebben ne szóljon bele, Штауфер doktor. За стационар отвечаю я. А я отвечаю за то, кого направлять сюда, кого отсюда. Годин. Éjjel jöjjön be hozzám.
Jöjjön. Ezt a térképet Dunhorn rajzolta. Nem sokkal a halála előtt. Persze valószínűleg nem túl pontos. Egy folyó, amelyik ma így folyik, holnap másképp folyhat. Télen vastag jég borítja a folyókat, de nyáron olyanok, mintha tengerparton állnánk. Meg kell válni a következő... Oda be! Engem keres, főhadnagy úr. Túl sokáig dolgozik, dr. Stauffer. Megkínálhatom vodkával. Köszönöm. Köszönöm, ez jól esett. Ezt honnan szerezte? A parancsnokság engedélyezte. Ezzel szoktam sínt készíteni. A csonttörésekhez. Mert hogy se gipszünk, se semmink. Ma már ne dolgozzon, doktor. Olcsa el a lámpát, most. Jó. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Szerencsénk volt. Nem érünk rá, nem tudok mindent elmagyarázni. Tessék, itt a pulóverem. A csizma. Nappal mindenét, amilyen van, viselje a testén. Éjszakára vegyen le valamit, és lazán takarodzon be vele. Jó? Na gyerünk, fogj hozzá. Mutassa meg pontosan, nem tudom. Mi van, meg akarsz szökni? Igen vagy nem? Hát persze, hogy igen. De csak ma lehet, most! Ha ma éjjel nem lép olajra, visszaviszik a bányába, és többé nem jön föl. Elrejtettem egy csomagot a dombnál, a csillefája mellett. Van benne kétszer sült és zsír, és 2 kiló mahorka is. Ne szívja el, majd elcserélheti élelemre. Spiritus főző, iránytű, és hótalp is van benne. Honnan szerezte mindezt? Hát, tulajdonképpen én akartam megszökni. Tessék, ezt rejtse el a ruhája alá, lehetőleg a hasán viselje, töltve van. Itt van még 8 töltény. Helyben agyonlövik, ha megtalálják magánál. Miért nem szökik meg maga? Fennáll a veszély, hogy elveszíti a hangját. Beszéljen magában, szónokoljon a fáknak, ha kell. Ezt is vigye magával. Belekarcoltam a címet. A feleségem Magdeburgban él. Mondja meg neki, hogy mindent előkészítettem. Igen. Hogy akkor miért nem szököm meg? Hónapok óta tudom, nem áltatom magam. Rák. Egyetlen kérésem van, Forel, ha hazajut, menjen el a feleségemhez, és mondja meg neki, hogy én küldtem magát, és azt is, hogy 49-50 telén meghaltam. Februárban. Írja le neki a síromat a messzi távolban, mondja azt... Igen, mondja azt, hogy egy kereszt áll a síromon. Nem, nem. Várjon csak. Mondja inkább, hogy májusban. Akkor majd virágokat képzel a síromra, mégiscsak tavasziasabb.
Megígéri, Forel? Uh-huh. Jó. Hát akkor tegye el a térképet. Tessék, a kést is vigye, nekem már nem kell. Nincs túl sok előnye. A reggeli viziten felfedezik a szökést. Ne nyugat felé induljon, amerre keresni fogják, hanem északra a tengerhez, és végig a part mentén. Az biztonságosabb. Jó. Kégeszem, zabocsú, zapetam. Lát, a német elintézi. Сам позаботится об этом. Он даже рад, что ему позволено работать. Этим самым временем. Предупреждаю тебя. А я предупреждаю тебя. Если ты не перестанешь возиться с этими немцами, особенно с этим, блядь, форелем. Что? Что-что? А может быть, уже было что-то, а, с вами, а? Когда я с тобой говорю.
Beszél nekem igazságról! Igen. Ha agyon vernek, sem emelünk több ékezet egy majdásunkra. Старший лейтенант, патруль с задания прибыл. Доложите обстановку. Мы прочесали равнину в западном направлении до начала предгорья. Но так далеко он бы не ушел. Мы уже 5 дней в пути. Выбились из сил. Думаю, он нашел свою смерть под снегом. Вы должны исполнять приказ, а не думать! Вы не справились с заданием. Все, идите! Лагерь вышел из-под вашего контроля. Вы не справились со своим заданием. Одного вы упустили, другого застрелили. Это саботаж. Он оказал сопротивление. Это хорошо. Поверят. А Форель мог замерзнуть. Напиши об этом рапорт. Нет. Он не мертв.
ki vagy a mennyek. Minden napi kenyerünk. A kenyeremet add meg nekem most! Add meg nekem most! Szükségem van a zsírodra. Oda kell jutnom. Thank you.
1100. Egy igazi fa! Egy élő fa vagy! Egy igazi élő fa! Sikerül! Hazajöttök! Все станции проинформированы. Все? Радиусом 500 километров. Надо увеличить радиус. За 2 месяца он мог пройти гораздо больше, чем 500 километров. Tegyék le a puskát! Jól van, jól van. Mi nem bántani akarunk. Lőhetünk volna le téged régen már. De mi? Vagyunk vadászok, aranyások. Nyáron aranymosunk, télen meg vadászunk. Láttunk, hogy ég tűz. Gondoltunk, nézünk utána. Te vagy német, ha? Megszöktél? Kezd lenni világos. Mindjárt jön a burán. Kell keresni biztonságos hely. Mi ismerjük ilyen hely. Gyere velünk! Nincs szükségem rátok. Menjetek! Menjetek! Jó, akkor nem.
Пошли. Анастас! Ну ты где? Na mi van? Még mindig nekünk nem hiszed? Enyém nevem Semjon, tiéd neved mi, német? Piotr. Van, neked igaz. Nem bízol senkinek, nem mondod senkinek a tiéd igazi neved. Gyere velünk, egyedül nem életben marad Szibériben. Kelet-Szibéria, 1950 tavasza. Úton vagyok hozzád. Istennek köszönhetem, hogy szibériai társaimnak. Az útnak, amelyet meg kell tennem, még csak egy kis részét hagytam magam mögött. 10,000 verszt, mondta Semjon. És nevetett. Semjon mindig nevet. Mikor érkezünk a Kolima hegységhez? 2 nap múlva vagyunk ott, de lehet, hogy 3. De a folyó északra folyik. Nyugatra! 500 kilométer nyugatra! Vigyél haza, Anasztász! Ezzel a tutajjal! Átkelünk a Kaukázuson! Neked sikerülhet. Igen. Ha valakinek neked sikerülhet. Hát igen, elképzelhető. De lenne okosabb, ha nem innen elmész. Nézzél itt körül. Milyen csodálatos ez a Szibíria. Gazdag és szép. Megcsinálhatsz itt szerencsét. Vigyázz, Piotr! Te is evezz! Mutasd meg, hogy mit tanultál! Kicsit balra! Anasztász! Egyenesen! Jobbra! Oh!
Бочки! Самьон! Sobrás irányába! Tartalak! Minden rendben? Anna! Anna! Anasztáz! Anasztáz hagyott volna megfogadni. Köszönöm! Légy hát! Egyébként a pirosakat lehet enni. Látod, tőlem lehet tanulni sokat. Semyon, miért hoztatok magatokkal? Mi szöktünk meg aranymezőről. Anasztáz mondta azt, hogy te minket elárulnál. Mert előbb-később kapnak úgyis el. De most tartozol hozzánk. Nem. Nem megfulladtam. Nem megfulladtam! Mit kellett volna csinálnom? Hagyni elúszni tudta a csomagokkal? Hol van hátizsákom? Elúszom. A folyóban. Minden itt van. Mi történt a holmimban? Azt hittem, még van sót. Már régóta nincs sók. Jaj. Minek ez kell még neked? Itt vannak városok, utak, szép nagy ország. Hajókat terelik el. Mindenhol építenek, kutatnak, kollektivizálnak. Ez ma a Szovjetunió. Neked még van sót, Semyon? Miért kérdezed? Nem megnézted? Én vagyok egy nagy marha. Só? Vodka. Vodka. Micsoda szerencse, Petrúha. Vodka. Megmenekültünk, Petrúha.
Miért ölted meg Samuel? Na, mit gondolsz? El kell temetnünk. Nem kell, itt hagyjuk. A farkasok majd elintézik. A gazember el akarta lopni aranyamat. Tudod mit, Pétya? Hozd a holmidat és menjünk. Anasztasz nélkül is boldogulunk. Induljunk! Gyere! Hazafelé megyek. Lépésről lépésre. Néha kitérőket kell tennem. Ezt megtanultam. Nyugatra az út néha észak felé, dél és kelet irányba vezet. Piotr! Kész. Nem bírom tovább. Kész, vége! Ne add fel, Semjon. Tovább kell mennünk. Add ide a zsákodat. Majd én viszem. Te vagy igazi jó bajtárs, de az arany csak egy embernek elég. Mindjárt hozok valamit. Oké. Okay. Oké. Okay. Úgy beszélsz, mint egy amerikai. Megint a papáról álmodtál. Igen. Это я, Колька, вот он, Алёшка. Yeah, yeah, yeah.
Пленный? Ты бредил во сне? Вот Ирина. Ее дедушка тебя лечил. Он всех лечит, кто заболел. А вот его мужа не мог вылечить. Медведи разорвали. О, жена моя, сын мой. Мне нужно уехать надолго с собаками. Да ты не беспокойся, тебя здесь никто не тронет. А тебе нужно пить. Есть. Ну, чтоб силы вернулись. Понял? Теген. Клеменс. Клеменс? Клеменс.
Он хотел купить себе паспорт за золото, который сам украл. Представляете, товарищ Каменев? Это меня не интересует. Мне нужен другой, который упоминался в сводке. Один немец. Он говорил что-нибудь об этом немце или нет? Так точно, товарищ Каменев. Спросите его сами. Кто ты, этот немец, которого вы разыскиваете? Мы не знаем. Хороший, да? О, смотри! Ух, какой красивый, здоровенный! У богатыря будет! А, у тебя есть сын? Не знаю. Или гоню. Надеюсь. Узнаешь. Обязательно узнаешь. Они тебя ищут. Это опасно для вас. Мне надо идти. Ада. Алёша тебя отвезёт на равнину. Где большие леса. Ну, а там... Сам посмотришь. Спасибо за все. Агиш! Не давай, товарищ. Ну, хрен было. Он сам отпустил, разойдет. Вот моя собака тебя любит. Очень хорошая собака. Ему вот такой маленький кости хватит. Ну, счастливо. Спасибо. Thank you.
пишем за огнем. И не пошли мы дым. Пошли хорошими. Марта мені не... Марта... Я б мене... Аркіш, хариш ти хтирих буне. ...1951 nyara. Árgis. Árgis! Gyerek! Gidés innen! Árgis! Árgis, gyere ide! Gyere ide, Árgis! Gyere gyors! Gyere, Árgis! Gyere! Hé, te! Állj! Velem jössz! Gyere ide! Nyugjál, és nyugj! Gyere! Mi a neved? Válaszolj az ellenőr elvtársnak! Piotr Ivanovics. Balti német vagyok. 8 év kényszerben. Most töltöttem le. Most megyek jelentkezni a körzeti megbízotthoz, mégpedig... ez... Csitába. Itt van. Ez az. Csita. Mutasd a propuszkodat. Az nekem nincs. De... Nincsenek irataid? De... az iratokat mindig... futárral küldik el. Különben megszökhetnék. Az irataimmal. Ismerlek titeket, gazemberek. Tudod, milyen messze van Csita? Messze. Nagyon messze. Legalább 800 kilométer. Éhes szegény.
Az erdőben alig találtunk élelmet. Menj ki. Kérj az emberektől ennivalót. Köszönöm. Ellenőre, elvtárs. Nem kéne jelentenünk. Természetesen jelentenünk kéne. De el kell indítani a szállítmány Csitába. Она мужики дождь собирается, тучи наплывают. Сейчас, волчек. Сейчас, наверное, в марк. Нормально. Хорошо, хорошо. Жить можно. Йод, может индул egy szállítmány Csitába. Te fogod kísérni a vonatot. Te leszel a fékező. Ügyelsz, hogy megálláskor ne szálljon fel senki. És ellenőrzöd a láncokat. Megértetted? Igen. Akkor gyere, igyekezz. Jó. Ágis. Paká. Товарищ старший лейтенант, взвод для выполнения боевой задачи прибыл. Командир взвода старший лейтенант Жиков. Сколько у тебя людей? 15. Застегнись. Виноват. Давай за ним!
Földbe ásva és agyabba, égve áll a forma már. Elkészüljön a harang ma, felfiúk a munka vár. Földbe ásva és agyabba, égve áll a forma már. Elkészüljön a harang ma, felfiúk a munka vár. Hiába tanulni kell. Tanulni. Nem szabad abba hagyni a tanulást. Vándor éjidala, immár minden bércet csendül. Halklomb alig érzed lendül, sóhalt az éj. Már búvik a berki madárka, te is nem sokára. Nyugszol, ne félj. Nagyon szép volt, Elizabeth. Ülj vissza a helyedre. Készült még valaki verssel? Rudolf. Ну, счастье нужно иметь. Ну, счастье. Ёб твою мать, блядь. Közép-Ázsia, 1952. augusztus.
Спасибо. Bocsásd meg a vétkemet. Bocsásd meg. Ne várja, hogy válaszoljon. De persze előfordulhatnak csodák. Egy német bocsánatot kér. Maga feltűnő. Van erre sok szegény, lecsúszott ember. De német még sosem volt közöttük. Engedelmével, uram. Erős szaga van. A házamban rendben hozhatja magát. Segíteni akarok. Messze lakik. Nem bírja a gyaloglást? Azt hiszem jobb, ha a mellékutcán megyünk. Rendőrség.
testvéreim. Lengyelországból jöttünk. Én a Szovjetunióba kerültem, ők Danzigba. Élt ott egy nagybátyánk. Elégettem, amikor hírét vettem, hogy ők is. Nem kért cukrot? Lágerben volt? Miért égett el a testvérei képét? Azért, mert nem tudok a szemükbe nézni. Sajnálom. Könnyű azt mondani. Mit csináljunk most magával? Útlevélre van szüksége. Útlevélre? Anélkül nem jut át a határon. Van valami név, amit itt használ? Piotr. Piotr. Piotr Ivanovics Ulyanov. Ez itt olyan gyakori, mint maguknál, a Hans-Peter Müller. Miért akar segíteni nekem? Arra gondol, miért segít egy zsidó egy németnek, amikor a németek megölték a testvéreit? Mi ezekről a dolgokról nem tudunk. Persze, hogy nem. Nők és gyerekek legyilkolása ellen tiltakoztak volna. Inkább megölték volna a saját parancsnokukat. De nem tudták, mi történik. Mindezt titokban tartották maguk előtt. Maguk mind csak a kötelességüket teljesítették. Én is teljesítem az enyémet. Most megyek, előkészítem a fürdőt. Egy kicsit vacakol a szívem. Legalább a frizúra stimmel. Várjon itt. Eltarthat néhány óráig. Amikor elmegyek, eloltam a lámpát. Maradjon sötétben. Próbáljon meg aludni. Rendben. Thank you.
Nem bízik bennem? Megtanultam, hogy jobb az óvatosság. Újra meg kell tanulnia bízni az emberekbe. Útlevél és kiutazási engedély. A transfer ingyenes. Ez egy szovjet vívmány. És most figyeljen, Piotr Ivanovics Ulyanov. Maga lett. Ez megmagyarázza az akceptusát. Vésse az eszébe az adatokat. Igyekeznie kell. A gyülekező hely a főutca végén van. Miért segít nekem? Talán rossz a lelki ismerete? Mert egy zsidónak sem segített? Ezt intézze el saját magával. Indulj! A szerencséje van, hazajött. В чем дело? Я наслышан о вашем гостеприимстве. Вы позволите войти? У нас есть подозрение насчет вас. Нет доказательств. Ну что такое доказательство? Но вы же не думаете, что я мог помочь немцу? Мне только нужно знать, где он. Ты понимаешь? Да. Я помог ему. И сделал бы это снова. Понимаешь? Я помог бы любому. А?
Эй, не мы вон дуза? Дорога через город закрыта, придется ехать через место. Сошел сей с гор. Придется ехать другим маршрутом в объезд другой дорогой. Но это же огромный круг, начальник. Ну что ж поделаешь? Диалогат лехет ютни. Да, можно. Только очень далеко. Здрасте. Honnan jött? Volt egy hegyomlás útközben. Давайте. Azért jöttem gyalog. Gyalog? Az van nagyon messze. Igen. Nézze. Még ma át kell mennem a határon. Itt van. Érvényes augusztus 13-a. Az irániak valószínűleg holnap már nem engednek be. Igen. Az irániak mindenre képesek. Только сегодня действует. Через границу хочет перейти. Да вроде нормально все, не знаю. По-моему, все в порядке. А? В конце концов, пускай идет, пропустят его иранцы. Нет, тебе какое дело. Хоть пешком идет, хоть на машине. Каждый день такие ходят. Нам должно быть все равно. Паспорт в порядке, пускай идет. Rendben van. Спасибо.
Legyőztelek, Forel. Teherán, 1952. december. Szerintünk orosz kép. Nálunk ezt halállal büntetik. Ez Forelnek mondja magát. Állítólag Szibéria legkeleti pontjáról a Dezsnyefokon lévő hadifogolytáborból szökött meg, és 3 év alatt jutott el idáig. Olyan hihetetlenül hangzik, hogy akár igaz is lehet. Ezért teljesítem a kérését, és kérettem önt ide, hogy ön azonosítsa. Nagyon régen találkoztam vele. Utoljára 1937-ben. Igen. Mielőtt az ankarai gazdasági minisztériumhoz kerültem. Hát majd kiderül, tényleg az unoka öcsébe. Minden esetre tökéletesen megbízom önben, Baudrexel úr. A Signora Fioret. Bácsikám. Mi az, nem ismersz meg? Azt mondja, hogy az unoka öcsém. Az vagyok. Üljenek le. A maga valóban Clemens Forel. Bizonyára meg tud felelni néhány kérdésre. Ezred Reichenhall. Ezt a képet édesanyámnak küldtem, 39. születésnapjára. Rá van írva a hátára. Drága édesanyámnak születésnapjára, szeretettel 1939. július 15-e Clemens. Thank you.
Öltöz, kislányom. Megyünk a misére, jó? Jó, egy pillanat. Gyere, ugorj bele. Ecce Agnus Dei exequit holit peccata mundi. A filmet rendezte Hardy Martins. A forgatókönyvet Joseph Martin Bauer azonos című regénye nyomán Ben Schwamm, Bastien Clouet és Hardy Martins írta. Fényképezte Pavel Lebesev és Jurek Goscsik. Magyar hangok: Cvetkó Sándor, Izsóf Vilmos, Vas Gábor, Koncz István, Bácskai János, Barbinek Péter, Törtei Tünde, Hegedűs Miklós, Zámbori Soma, Katona Zoltán, Könycs Anna, Kardos Gábor, Varga Tamás, Vég Ferenc, Volmut István, Lamboni Anna, Kántor Kitti, Penke Bence. Magyar szöveg Fodor Zsuzsa, hangmérnök Gyapjas Károly, vágó Katona Edit, gyártásvezető Bogdán Anikó, szinkronrendező Királybíró Sarolta. A szinkron a Balogmik stúdióban készült. Zene Edward Artyemiev. Thank you.
film valóban megtörtént eseményeket dolgoz fel.